Fly me to the moon. Még egyszer szeretettel köszöntök minden kedves jelenlévőt Nádas Tamás egykori műrepülő világbajnok tiszteletére rendezett emlékkiállítás megnyitóján. Jakabszálláson csináltam egy rendezvényt a partnereimnek, és ott reptettem, etettem, itattam őket, édességet forgalmaztam abba az időben, és mondtam, hogy nagyon elférne ide egy műrepülés. Mondta, hogy oké, hát megoldjuk. Mikor lesz ekkor? Hát ő Balatonon nyaral akkor éppen. Mondom, így gondoltam magam, hogy így jártam. És azt mondja, hogy mikorra tervezed ezt? Hát, hogy ekkora, akkora. És 15 óra 30 perckor megjelent a Nádas Tomi háton. A extra 300-as az én 120 vendégemnek ott hagyta a Balatont, följött, és megrepülte a programját. Hát ilyen srác volt ő. You are all I long for, all I worship and adore. Na, Tamás, személyesen ismertem. És mi több együtt repültünk. És fantasztikus dolog, amikor kiskunlátszázai repülőtéren szálltunk föl, és megkérdeztem, hogy na akkor mi az, amit nekem szabad csinálni? Te mégis egy hihetetlen nagyszerű sportoló vagy, repülést imádod, világhírű vagy, hát én meg itt vagyok melletted. Hát azt mondja, úgy fogjuk csinálni, hogy te ülsz az első kabinba, és azt csinálsz, amit akarsz. Felszállás után. Hát mondom, köszönöm szépen, és valóban úgy történt. Hát én azt hiszem, hogy 5 másodpercet nem voltunk szintesen. Én azt csináltam, amit én szerettem volna, ő bemutatta, hogy ő mit szeretett volna, és akkor úgy, na ezt így csináld, ezt úgy csináld. Annyira megmaradt emlékként, hogy olyan jó volt vele repülni. Én annak hihetetlen módon örülök, meg gondolom, hogy rajtam kívül nagyon-nagyon sokan, hogy egy ilyen fotópályázat keretén belül visszaemlékezünk rá. Itt van egyébként közöttünk. Én nagyon sokszor olyan helyen, ahol pilótákkal, műszakiakkal, repülés iránt érdeklő emberekkel találkozom, azért a nőt, az ő nevét nem felejtik el. Egy hónappal ezelőtt indítottunk egy repülős fotópályázatot, és a legnagyobb meglepetésre rengeteg, konkrétan 66 egytől egyik professzionális fotó érkezett, és mindegyik kép megörökít egy nagyon jól elkapott pillanatot, vagy hordoz magában egy nagyon szép üzenetet. Én azt gondolom, hogy ebben a kiállításban sikerült összekötnünk az újat a régivel, az emlékezést az alkotással, és a sportrepülést a művészetekkel. Nagyon rég szerettem volna egy kiállítást az ő kupáiból, okleveleiből, hiszen gyakorlatilag bementem a lakásába, és ezzel volt tele. És akkor én úgy gondoltam, hogy ezt sok embernek látni kell, és szerintem nagyon menő, ha szabad így fogalmazni, amit itt láthatunk. Nagyon sok kupa van, magyar bajnokság, Európa bajnoki aranyérem, és ugye végül is a végén a
legdicsőbb a világbajnoki aranyérem. Szánta Dénes vagyok. Én ezt a képet a Balatonkeresztúri repülőtéren csináltam a nyáron. A képen látható a húgom. Az egész az úgy indult, hogy láthatta az interneten egy aranyos videót, ahol egy hölgy egy 152-es Cessna mellett nagyon alacsonyan repül, és mondta, hogy ő szeretne egy ilyen képet vagy hasonlót. Igazából lementünk a reptéren, néztük, hogy repülnek, nem vannak a pilóták, beszéltünk velük, hogy hát mit lehetne biztonságosan megoldani. Igazából sokadik próbálkozásra sikerült ez a kép, de így érzelmileg úgy tetszett nagyon. Felraktuk a Facebookra, nagyon sok embernek tetszett, és igazából az egyik pont a pilóta, aki azt a képet vezeti, mutatta az egész pályázatot, és mindent is mondta, hogy küldjem el, mert szerintem nagyon jó kép lett, és így került ide a kép. Köszönöm. Az én képemnek az ikletése az gyakorlatilag annyi volt, hogy én riportfotózással, sportriportfotózással foglalkozom, és ez a kép egyébként 2018-ban az Abu Dhabi Forma 1-es futam elején megelőzően készült a bemutató ceremónia alkalmával. Nagyon megfogott annak a színvilága, és én azt gondolom, hogy ez a kép hűen tükrözi mind a repülést, mind pedig azt a ilyen érzelmi belső melegséget, ami ezzel ehhez társul. És természetesen a környezetet is bemutatja. Köszönöm szépen!